A konferencia tudományos ülés a közéleti szerepek és politikai életpályák a két világháború közötti Magyarországon címmel, ahogy a név is tükrözi, különböző életpályákat áttekintve kíván egy közel 100 éves történelmi milliót felidézni. Dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika, a Tudományos Honvédtiszt Képzőkarnak Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense, biztonságpolitikai szakértő a televíziónknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy Wolf Olaf Richard életútját mutatta be az előadássorozat egyik részeként. Fordulatos életútjáról, a háborúban vállalt szerepvállalásáról beszélt. Igazából egy érdekes életutat fogok bemutatni. Wolf Olaf Richardot, aki arisztokrata családba születik, ugye, aki az első világháború előtt és alatt a közös haditengerészetben szolgál, pont az első világháborúban a Duna flotillánál, ugye ő a Duna flotilla utolsó parancsnoka. Aztán óriási szerepe van abban, hogy az összeomlás követően, tehát a trianoni békediktátum szabta keretek között mégis újra tudja teremteni nagyon sokáig rejtett állapotban a magyar folyami hadihajózást, az úgynevezett magyar királyi folyamőrséget. És ugye az életútja tele van fordulatokkal, hogy a II. Világháború alatt családostul menekülnie kell, nem várja meg a szovjet csapatokat, és végül 1955-ben Kosztarikán hal meg ananász és kávé ültetvényesként. Tehát, hogy ezt a meglehetősen színes és egyébként kevésbé ismert életutat próbálom röviden bemutatni most ezen a konferencián. A biztonságpolitikai szakértő elemezte az orosz-ukrán háború, valamint az Izraelben kitört fegyveres konfliktus hatásait is. Mind az orosz-ukrán háború, amit egyébként maguk az oroszok következetesen különleges katonai műveletnek neveznek, mind pedig a Hamas és Izrael közötti fegyveres konfliktus, ugye Hamas nem állam, gázai vezet nem állam, tehát ezt még csak háborúnak sem nevezhetjük, az egy lokális, tehát egy adott térségre korlátozódó esemény, és ami nagyon fontos, senki nem is akarja őket eszkalálni. Irán talán az, aki a közel-keleti helyzetet próbálja egy kicsit élezni, hiszen a Hamasnak is, meg a Hezbollahnak is, ugye ez egy libanoni síta, félkatonai és terrorszervezet, Irán az első számú pénzügyi támogatója, fegyverellátója. De a világ nagyhatalmainak a többsége, még egyébként a gázővezet esetében az Oroszországi Föderáció is, ne is beszélve Kínáról, amelyik a közel-keletről importálja a kőolajat és a földgázát, abban érdekelt, hogy ezek a konfliktusok regionális szinten meg is maradjanak. Nyilván Magyarország biztonságát ezer szállal érintik. Az ukrajnai háború elől nagyon sok ukrán menekült el, ugye a kárpátaljai magyarok jelentős része már családostul átjött Magyarország részben azért is, mert a férfiak egy része nem akart katonaként a háborúba menni, de rajtuk kívül is 100 000 szám érkeztek vagy mentek keresztül Magyarországon ukrán menekültek. Ugye az energiahordozó ellátásunk, az energiabiztonságunk, kőolaj, földgáz nagy rész még mindig az orosz forrásoktól függ. A közel-keleti konfliktusnak ugyanilyen hatása, hogy a világ legnagyobb kőolaj és földgáz termelő régiója, ennek a konfliktusnak rögtön árfelhajtó hatása van az energiahordozók piacán, plusz valószínűleg, pláne hogyha Egyiptom megnyitja esetleg a gázövezet felé eső határát, akkor valószínűleg egy újabb migrációs hullám elindulása is várható, ha megáll itt a konfliktus. Ha Libanonból a Hezbollahot Irán rá tudja venni, hogy megtámadja Izraelt, és a háború kiterjed Libanonra is, akkor onnan is elindulhat. Dr. Barta Róbert, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet igazgatója, egyetemi docens, mint a konferencia egyik társszervezője elmondta, hogy a konferenciák 2018-ban indultak. Én nagy örömmel mondhatom, hogy a Debrecen Egyetem, azon belül is a Történelmi Intézet és Karcag együttműködése elég régóta tart. 5 éve kezdtük el ezeket a konferenciákat. Az első ilyen konferencia 2018-ban volt,
amikor a monarchia összeomlásáról beszéltünk, ebbe kötet is megjelent. Aztán sajnos a Covid ezt is keresztül húzta, de a Covid alatt sem pihentünk. Köteteket szerkesztettünk, lektoráltunk, köteteket adtunk ki, és nagy örömre szolgál, hogy tudjuk folytatni ezt az előadássorozatot, és a mai előadásnak a témája nagyon izgalmas, közéleti szerepek, politikai szereplők a Horthy korszakban, és ugye a Horthy korszak ma is azért a történettudományban is, történészek között, a közbeszédben vitatárgya, egy nagyon izgalmas időszak, és hát nagy örömre szolgál, hogy ezt az együttműködést tudjuk folytatni. Egy város és egy egyetem együttműködése akkor működik, hogyha mindkét fél profitál ebből. Most az egyetem részéről ez egyértelmű, mi okos, tehetséges, jól felkészült diákokat szeretnénk, tehát nálunk a toborzási szempont nagyon erős, és örömmel mondhatom, hogy Karcagról mindig is érkeznek, nem csak történelem szakra, hanem más szakokra is nagyon jól képzett diákok, főleg egyébként a Nagykun református gimnáziumból. És nyilván a másik oldalán egy városnak pedig elemi érdeke, hogy mindig legyen fiatal, naprakész, jó képzett értelmisége. Tehát van arra esély, hogy azok a karcagi fiatalok, akik a mi egyetemüket elvégzik, és nem csak történelem szakon, hanem más, minden más szakon is, jó részük visszatér Karcagra, és erősítik a város szellemi életét. Egy szellemi elit nélkül nem működhet egy város. Ezt én azt gondolom, hogy a város jelenlegi vezetése pontosan látja, tudja, és nagyon készségesek az együttműködésre. Ez még egyszer mondom kölcsönös, hiszen kölcsönösen profitálunk az együttműködésünkből. Ennek nagyon örülök. A továbbiakban arról beszélt, hogy kiemelten fontosak ezek a rendezvények, ahol a konferencia témáját illetően újabb ismeretekkel gazdagodhatnak az érdeklődők.